Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 17-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban folytatjuk beszélgetés sorozatunkat a szimfonikus zenekar vezetőivel, vendégem Szabó Balázs művészeti tanácsadó lesz, majd bemutatjuk Bakony István kis monográfiáját, végül pedig ellátogatunk az Örkény dráma, a Tóték különleges Beregszászon készült és itthon előadott előadására. Tartsanak velünk, most pedig tehát következzék Szabó Balázs. Kulturális magazinunk mai fő témája az Alba Régia Szimfonikus Zenekar átalakulása. Ahogy már megszokhatták, ma is hívtam egy olyan vendéget, aki ebben fontos szerepet játszik. Ruf Tamás az igazgató már volt itt, művészeti vezető, vezetőkarmester, Dobszai Péter nem különben, Dobri Dániel a kortárs művészeti vezető is, és most itt van velünk Szabó Balázs művészeti tanácsadóként. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Ugye azt azért az elején had egy rövid felsorolást, hiszen hegedű tanár és kamaraművész, muzikológus és zeneirodalom tanár, doktor Szabó Balázs tisztelhetünk benned. Forma és jelentés Bartók hegedű szonátáiban, ez volt a disszertációd címe. Emellett tanítasz kismillió helyen, hadd ne soroljam fel, és hát nagyon sokat foglalkozol a fehérvári különböző olyan egyesületekben a munkával, ami azt hiszem a klasszikus zenét erősíti itt Székesfehérváron, és természetesen a megyei labban folyamatosan olvashatjuk. Köznapi nyelven, én ezt emelném ki, köznapi nyelven azokról a szimfonikus zenekar koncertekről, ami eddig nagyon-nagyon hiányzott, valljuk meg. És hát nagyon hiányzott az is, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar egy új stílust, egy más művészi színvonalat képvisel. Nyilván megvoltak az elődök, mert nem feledkezhetünk meg Major Istvánról, illetve az elődeiről, de most ez egy kicsit más, hiszen bejött a kortárs zene. Többek között erről is beszélgethetünk, hiszen annak idején Ruf Tamás elmondta, hogy a zene és az érték továbbadása lesz a cél, és azt hiszem, hogy ennek jelen esetben folyamatosan megfelel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Hiszen ez egy alkotó és kreatív munka, nem feledkezhetünk meg róla. Most ennyit a bevezetőről, és hadd vágjunk a közepébe. Mit gondoltál, amikor jött a megkeresés, hogy művészeti tanácsadóként ezt az új kreatív munkát segítsd a szimfonikus zenekarnál? Hát egyrészt nagyon megtisztelő volt ez a felkérés, ugyanakkor nem tagadom, hogy Ruf Tamást én már több mint egy évtizede nagyon jól ismerem, sőt mondhatnám, hogy baráti viszonyban voltunk. Ennek elsősorban a Budaörsi Református templomban rendezett virágvasárnapi hangversenyek adtak alapot, hogy amit ő nagyon magas színvonalon és mondhatnám szinte ilyen spirituális eseményé téve ezeket a hangversenyeket dirigál a helyőrségi zenekar élén. Ugye én ott többek között ott is dolgozom, mint a Budaörsi Református gyülekezet kántora, tehát a mi ismerettségünk onnan datálódik. És amikor a pályázat beadása mellett döntött, akkor megtisztelt azzal, hogy rögtön az első pillanattól kezdve kikérte a véleményemet, tehát én végigkísértem a pályázatnak a megírását, az ő elképzeléseinek a kibontakozását. Sokat beszélgettünk ezekről, én is elmondhattam az én gondolataimat erről. Szóval ilyen értelemben nem volt meglepetés, amikor a győztes pályázat után a művészeti tanácsadói posztra engem fölkért. Tulajdonképpen már benne is volt a pályázatban, hogy amennyiben megnyeri ezt a hát, címet, akkor együtt fogunk dolgozni. Most persze nyilván a más egy dolog pályázatra készülni, és előzetesen gondolatokat és elképzeléseket egyeztetni, és más dolog ténylegesen ezeket végrehajtani. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon izgalmas időszak áll mögöttünk, ugye pont egy éve tulajdonképpen május elején lépett hivatalba az új vezetőség. Éppen tegnap volt egy
egy hosszú, több mint 10 órás értekezletünk, amelynek során áttekintettük a mögöttünk álló szezont. Hát egészen elképesztő, hogy tényleg két hetes gyakorisággal játszott a zenekar, és hogy mennyi minden kortárs jazz estől kezdve ősbemutatókon keresztül azért a nagy szimfonikus repertoár darabja is megszólaltak, oratórikus művek megszólaltak, elindult egy új bérlet, az ünnepi bérlet. Szóval én azt gondolom, hogy a munka hevébe szinte észre se vettük, hogy ez hát mekkora mennyiség már, ami mögöttünk áll. És hát természetesen ugye készülünk az előttünk álló nyárra, ami az Aranybulla jegyében zajlik majd, és hát már a következő idénynek a tervezése is zajlik. Ugye egy professzionális zenekar hát nem hónapokra, hanem évekre tervez előre. Igen. Tehát körülbelül egy 2023 nyaráig azért már látni kell nekünk is, hogy mivel fogunk foglalkozni. Nagyon fontos kérdés, hogy a hagyományos klasszikus értékeket meg kell őrizni, viszont a másik oldalról a kortárs zenei műhely megteremtésével is el kell indulni egy olyan úton, hogy megnyerni azokat a fiatalokat, akiket eddig nem sikerült. Tehát itt kettős a te feladatod is. Hogy fogtál hozzá? Hiszen nyilván a klasszikus zene az mindig is a tiéd volt. Viszont az a fajta kortárs klasszikus, ami eddig újdonságként hatott itt Székesfehérváron minden esetre, tehát ahhoz is kellett, hogy lépcsőfokról lépcsőfokra haladjatok. Igen, ugyanakkor a munkamegosztás az nagyon jól működött, tehát a kortárs zenei programokat Dobri Dániel zeneszerző és kortárs művészeti vezető irányítja és ő szervezi. Itt tulajdonképpen nekem csak konzultációs feladataim vannak. Hát konzultációs feladat abban az értelemben, hogy a műsorral kapcsolatban, végülis az én első számú feladatom a zenekar műsorstruktúrájának a tanácsolása, a fölmerült gondolatoknak, a fölmerült ötleteknek a zenetudományi szempontból való alátámasztása, és a fő feladatom azért a klasszikus oldalnak a gondozása lett, tehát Dobszai Péter művészeti vezetővel kicsit intenzívebb volt a munkakapcsolat. De természetesen a négy tagú vezetőség hetente találkozik, és azt mondhatom, hogy teljes egyen rangúsággal hát működünk együtt, és szólunk hozzá az adott projektekhez, úgyhogy persze van rálátásom a kortársra is. Amit én a közönség kapcsolatok és egyéb más dolgok terén hát feladatul kaptam, és ennek igyekeztem megfelelni, hogy a kritika mellett, amit olyan kedvesen említettél, és köszönöm, hogy szóba hoztad, ugye műsorfüzetek is készülnek minden egyes koncerthez, amelyek ugye nem értékelik az előadást, hanem tényleg a művekről szólnak, és ezeket igyekszem olyan hát módon és olyan stílusban megfogalmazni, hogy valóban, hogyha valaki ezeket elolvassa, akkor kap egy általános képet arról a bizonyos programról, ami éppen fölcsendül. Természetesen ebbe kortárs mű is éppen úgy lehet, mint a klasszikus zenetörténetnek a remekei. A másik, hogy konferanszokkal is igyekszem a koncertek elején néhány fontos gondolatot a közönséggel megosztani, illetve hát hadd mondjam a következő projektünket, az Egyházmegyei Múzeum udvarán indul egy Zeneszó című program, ami kamara hangversenyek takar, és itt például már a műismertetés és a zene szinte azt lehet mondani, hogy egy kétharmad-egyharmad arányban lesz jelen, tehát itt tényleg konferálás és műismertetés is lesz. Egyébként nem csak én fogok ebben a kérdésben dolgozni, nagyon izgalmas sorozatnak nézünk elébe a következő évadban, a Kérdezzük meg a karmestert címmel, ahol a közönség a próbamunkába és egy produkciónak az előkészületeibe is betekinthet, és megkérdezheti ott a előadás közben a karmestert, vagy éppen a muzsikusokat, hogy éppen egy adott műről mi a elképzelés, vagy milyen problémával dolgoznak éppen a zenészek. Tehát tulajdonképpen próbáljuk a közönséggel való kapcsolatot interaktívvá tenni, és ezáltal egyre intenzívebbé. Ez nyilván megerősítést jelent, azt hiszem, a klasszikus zenebarátoknak. Viszont mennyiben hátráltatta a munkátokat a koronavírus járvány? Hiszen az elmúlt esztendőről beszélünk, voltak koncertek nyilvánvaló, de az mégsem ugyanaz, mondom én.
Igen, határozottan elmondhatjuk, hogy a zenei életet egy soha nem látott kihívás elé állította a koronavírus járvány, hiszen a muzsikusokat munkával kellett ellátni. Na most az online hangversenyek azok tulajdonképpen kétélű fegyvernek bizonyultak az én véleményem szerint. Egyfelől a zenekarok működtek, és nagyon szép produkciókat lehetett ugye hallani. Másfelől azonban a közönség egy kicsit elkényelmesedett. Tehát az, hogy nem kellett kimozdulni otthonról, nem kellett elmenni esetleg egy hideg templomba, vagy éppen a városnak a másik végére, hogy egy hangversenyt meghallgassanak. Tehát az egyik legnagyobb feladatot a közönség visszacsábítása, a közönség megszólítása és újra a koncertterembe való bevonzása jelentette. Hát arról nem is beszélve, hogy újra a marketing oldalt ugye meg kellett indítani, tehát újra plakátozni kellett, újra hirdetni kellett, amire az online világban ugye hát ott nem volt szükség az utcai plakátokra, és hát ez egy nagyon izgalmas kihívást jelentett, hogy például a zenekarnak egy újfajta arculatot adni, a plakátoknak egy új figyelemfelkeltő grafikát adni. Hát szerencsére ebben Torma Kinga közönségkapcsolati munkatársunkra nagy mértékben tudtunk támaszkodni, aki nagyon avatott módon viszi ezt az ügyet. Én azt gondolom egyébként, hogy nem lehet okunk panaszra. Egészen megdöbbentő volt, emlékszel rá te is, a karácsonyi koncerten, hogy 10 perccel a kezdés előtt még a főutca közepén állt a bejutni vágyok sora. Igen. És ezt elmondhatjuk, a húsvéti hangversenyünk ugye teltházas volt, de említhetném a Máté Passió előadást a budai református templomba, ahol majdnem 200 főnyi közönség volt. Szóval én azt érzem, hogy a székesfehérvári közönség vette ezt a mi felhívásunkat vagy kérésünket, és nagyon nagy számban jelenik meg a hangversenyeken. Ami persze nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, hiszen például a fiatal korosztálynak a megszólítása. És itt hát ha mondjam azt például az egyetemista korosztálynak, ugye ne felejtsük el, hogy Székesfehérvár város már egyetemi város, és ezzel a korosztállyal igazából a zenekarnak egyelőre nincs kapcsolata. Ez is a jövőben a terveink közé tartozik, hogy őket hogy lehetne. Igen, hát a kortárs zenei sorozat nagyon-nagyon fontos. Azt örömmel tapasztaljuk, igen, így van, a Stabat Materen ott voltunk mi is természetesen, hogy nagyon-nagyon sokan vannak a templomi koncertsorozatokon, az összes többi helyszínen nem különben, a kamarazenei találkozók megint csak sikernek örvendenek, a kortárs zene pedig azt hiszem, hogy hódít, hiszen a Vörösmarty Színházban látjuk, hogy teltházon folyamatosan. No hát én akkor ehhez kívánok neked jó munkát, erőt, egészséget, jó ez a kvartett, maradjunk ennyiben, a vezetői csapatotok, és hát a zenekar is minden igényt kielégít, úgy látjuk, mi kívülállók, zenekedvelők, és hát akkor hajrá tovább! Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta Magazint. Megjelent Bakony István kis monográfiája a Szlovéniában élő József Attila díjas költőről, Bence Lajosról. A kötetet a Szent István művelődési házban mutatták be az olvasóknak. A Szent István Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság közös szervezésében vehették kézbe az irodalombarátok Bakonyi István arcképvázlat Bence Lajosról című kis monográfiáját. Bakonyi István könyvéből megismerhetjük a Szlovéniában élő költő-író sokszínű életművét, amely egyben hű képet fest a kisebbségben élő magyar népcsoport történelméről, főbb kulturális törekvéseiről és a kisebbségi sorsz nehézségeiről. Amikor 2018-ban Zalaegerszegen bemutatták a Péntek Imréről szóló kis monográfiámat, ott találkoztam, hát nem először, de ott találkoztam Bence Lajossal, akivel egyébként itt Fehérváron is többször találkozhatunk a határainkon túli találkozókon. Tehát ott jött az ötlet, hogy a muravidéki szlovéniai magyar költészet számomra első számú képviselőjét meg kéne mutatni egy kis monográfiában. Ráadásul nem csak költőről van szó, egy József Attila-díjas költőről, hanem egy olyan tudós emberről is, aki a szlovéniai magyarság történetével és irodalmával is igen sokat foglalkozott. És akkor nekiálltam ennek a munkának, aminek íme itt van az eredmény, és örülök neki, hogy a Magyar Napló kiadó Jánosi Zoltán irodalomtörténész vezetésével erre vevő volt. A kötetet Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a Magyar Napló főszerkesztője mutatta be, aki úgy fogalmazott, hogy Bence Lajos a muravidéki magyar irodalom első számú alkotója. Olyan szerző, aki lírai munkássága mellett
élet különösen sok energiát fektetett és fektet szűkebb hazája irodalmi életének és művelődés történetének bemutatásába, ezért is fontos Bakonyi István figyelme iránta. 2 évvel ezelőtt volt Trianonnak a gyászos 100 éves évfordulója. Minden olyan érték, amelyet a határon túli magyarság a kultúrában tesz, az a jelenlegi anyaországnak is hatalmas értéke. Ezeket az írókat, költőket, szerkesztőket az anyaországnak nagyon-nagyon meg kell becsülni, hiszen nagyon sokszor egyszemélyes intézményeit, metaforával szólva végvárait jelentik a határon túli magyar kultúrának és ezáltal a magyarság megmaradásának is. Nos, Bence Lajos sem egyszerűen költő, hiszen kiváló irodalomtörténész, kutató, helytörténész is, nagyon sokat foglalkozott a magyar nyelvvel is, ezen kívül szerkesztő, kulturális mindenes és oktató, hiszen a Maribori Egyetemnek tanára is volt. Olyan emberi szerepeket vállalt magára a magyarságért, amelyek minden szinten ennek a megmaradását szolgálják. Amikor Bakonyi István tehát arra vállalkozott, hogy sokadik kis monográfiáját megírva, immár Bence Lajosról ír monográfiát, akkor ezt a sokarcú embert törekedett benne felmutatni. Nem csupán a költőt, noha ez egy meghatározó cselekvési és művészeti irány a Bence Lajosnak, hanem a kultúrtörténészt, az irodalomkutatót, a szerkesztőt és mindazokat a szerepeket, arcokat, amelyeket az imént felsoroltam. Nagyon-nagyon fontos az a szellemi szövetség, amely Bence Lajos életművében megjelenik. Ha belenézünk a verseibe, akkor nem csak költő és írótársai emlékének ajánlverset, illetve még élő kortársainak is, hanem képzőművészeknek, zenészeknek is, akik lendítettek az ottani kultúrában. Mekkora népcsoportról beszélünk? Horvátországban él körülbelül 14-15 ezer magyar, Szerbiában körülbelül 300 ezer, a Kárpátalján, még a jelenlegi viszonyok között is 140-160 ezer közötti magyar, és Szlovéniában mindössze 4 ezer. De ez a 4 ezer azoknak, akik ott élnek, ugyanolyan fontos, mint nekünk a 10 millió. És éppen ezért nagy öröm az, hogy itt ma este egy könyvbemutatóra kerülhet sor, amelyen Bence Lajos is megjelenik, és ezúton is szeretnék a televízió előtt is gratulálni a számára nem régen átadott Balassi Bálint karthoz. Bence Lajos a költő, tanulmányíró, publicista, pedagógus, szerkesztő, a nemzeti sorskérdések mellett izgalmas, részletgazdag lírájával is gazdagítja a magyar irodalmi kánont. Életműve immár az egyetemes magyar irodalom szerves része. Sok olyan dolog van, amiről az anyaországban nem tudnak. Nem is tudhatnak, hiszen sokáig, hosszú évekig, évtizedekig az anyaországnak a figyelme nem elsősorban ránk legkisebbekre fordult, bár ez a határ, a szlovén-magyar viszony volt mégiscsak valahol a legdemokratikusabb talán, vagy a legliberálisabb, hogy ezt a csúnya szót használjam. Nagy örömmel fogadtam, mert még egy lehetőség arra való tekintettel, hogy azt a sokoldalú tevékenységet, amit ott kis csapatommal már 50 éve küzdelemben, és ahogy tetszett említeni, a kisebbségi sors érdekébe végzünk, hittel, hűséggel, ahogyan a monográfiában is ott van, Bakonyi István monográfiájában is ott van. Tehát nagy örömmel vettem, és most, hogy kezembe fogtam, még egy fölcsillanó élményem az volt, hogy hát szinte minden benne van, amit kell rólam tudni, a legutolsó, a legutóbbi novellás kötetem, még a novellákkal most barátkozom, de lesz folytatása ennek az irányra is, iránynak is, úgyhogy nagy örömmel fogadtam, és köszönöm szépen. Tar István így fogalmaz róla.
aki a romlás, szétszóratás és szétszóródás annyi ténye ellenében is kisközösségek szellemi összetartozását, emberséges magyarsági jegyében példaszerű erkölcsiségét szolgálja és képviseli, az Bence Lajos. A Vörösmarty Színházban a Beregszászi I. és Gyulan Magyar Nemzeti Színház előadásában mutatták be Örkény István kultikus drámáját. A Tóték című darab egy háború okozta tragédia pillanatait idézi meg. Akiről már annyi szépet írtam, a partizánok állandó zaklatása miatt nagyon leromlott az idegrendszere. És emiatt most 2 hetes beteg szabadságra hazautazik. Ellátogatni Mátra Szent Annára, szembesülni Örkény István gondolataival, szembesülni nemzedéki élményként és irodalmi nyersanyagként is az egymás sarkára lépő évtizedekre elegendő eseményt sűrítő történelmi sorsfordulókkal, a II. Világháborútól a konszolidációig, ezt adta a Tóték, a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház emblematikus előadása a Vörösmarty Színházban, egy olyan társulat előadásában, amelynek otthonában háború dúl. Másfél évtizedbe belegondolunk, sok minden történt azóta, de mióta Vigyánszky Attila ezt színpadra álmodta, biztos, hogy nem gondolta arra, hogy kialakul majd Európán belül egy olyan tragikus helyzet, mint egy háború jelent. Ráadásul ez itt történik a szomszédunkban, Ukrajnában, és nagyon sok kérdést vetesz fel értékekről, emberi sorsokról, és azt hiszem, hogy talán a Beregszászi társaságnak is most egy emberi sorsokról fölmerülő, gyakorlatilag drámai helyzet, ami kialakult, és ennek keretében szerintem egy nagyon szép gesztus a magyarországi színházi világtól, de egy fontos üzenet is egyben, egy értékválasztás is, hogy a Beregszászi társulat körbe tudja járni az országot, itt tudott maradni Magyarországon, körbe tud járni, és mondjuk most eljutott ide a Vörösmarty Színházba. Fontos az, hogy ezt a színházunk lehetőségként megteremtette, és látszik, hogy az emberek kíváncsiak az előadásra, de egyben szeretnék kifejezni a szolidaritásukat is az Ukrajnában élők felé, a kárpátai magyarok irányába, vagy éppen azon menekültek irányába, akik az elmúlt hetek során megérkeztek Magyarországra, így akár Székesfehérvárra is. Tehát ha lehet ilyet mondani, akkor több ez most, mint egy színházi előadás, és egyben pedig egy üzenet is, üzenet, hogy a normalitás térjen végre vissza, és legyen újra béke Európában. Nem csak a színház léte vagy a személyes egyéni fennmaradásunk fontos, hanem hogy a régióban továbbra is legyen magyar közösség, fogalmazott Sín Edina, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Jótékonysági Alapítvány igazgatója, aki a társulat jelenlegi helyzetéről és a háború okozta sorsfordító időszak nehézségeiről beszélt. A sors különös fintora, hogy ezt a darabot, amelyet 18 évvel ezelőtt mutattunk be először, Örkény István Tóték című előadását, most vettük újra elő, és akkor kezdtük el ismét játszani február 24-én, amikor Ukrajnában kitört a háború. A hadiállapot kitörésével a Beregszászi Színház nagyon nehéz helyzetbe került, és ez az előadás, amelyet most körbevihetünk magyarországi színházak felkérésének köszönhetően, jelentik a túlélést a Beregszászi Színház számára ebben a nehéz időszakban. A háború kitörése óta rengeteg megkeresés érkezett irányunkba, amely arra irányult, hogy felkérenek minket, hogy játszunk, hogy működjön a színház, hiszen egy színház addig él, amíg előadásokat mutat be. Az ön által vezetett alapítvány nagyon sokat tesz azért, hogy a Beregszászi Színház megismertessék ki hazánkban is, illetve a közös hazában, ha úgy tetszik, és én úgy gondolom, hogy ez kulcskérdés ebben az esetben. Milyen gondolatokkal érkeztek meg, hiszen az, hogy számtalan felkérés érkezett a vidéki magyar városoktól, azt hiszem, ez megerősítést hordoz. A Beregszászi Színházat idén 30 éve alapították. Egy olyan gondolatból, egy olyan csírából fakadt, amely a magyar
kultúrának, a magyar hagyományoknak a megőrzésén alapszik. Nagyon fontos feladatunknak és missziónknak tartjuk azt, hogy a kárpátaljai magyar közösség számára ne csak kulturális programokat kínáljunk, hanem egyfajta találkozóhely legyünk. Tehát társadalmilag is rendkívül fontos szerepet tölt be az ottani 130 ezres magyarság életében ez a színház. Nagyon bízunk benne, hogy ez a helyzet mielőbb rendeződik, és haza tudunk térni. És otthon tudjuk ezt a missziónkat az otthoni közönség előtt folytatni elsősorban, de természetesen a Kárpát-medence minden magyarjához elvisszük előadásainkat. Reméljük, így lesz ez a jövőben is. Őrkény Tótek című előadását, illetve drámáját azt gondolom, hogy nagy kihívás minden színháznak játszani. A csupa-csupa szépet és jót hallottunk róla. Egyértelmű, hogy Trill Zsolt az minden idők egyik legjobb főszereplője. Milyen körülmények között született ez a darab, hogy ennyi időn keresztül is műsoron tudják tartani? Talán az az elhivatottság, az az odaszánás jelenik meg ebben az előadásban a legerőteljesebben, amely az egész színházat annak idején 1993-ban életre hívta. Vigyánszky Attila rendező elképzelései alapján egy erős rendezői koncepció mentén született meg a darab, de a színészek is ugyanúgy a jelenformálás, a szereplőformálás terén oda tették, és ma is oda teszik szívüket, lelküket, amikor az előadást játsszák. A semmiteres! Úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a hallószervekre. Felerősíti a belső messzeket, káprázatokat okoz a látómezőn, zúgást idéz elő az agyba! A katonáim maga nincs más elfoglaltságú, mindig levágatom és visszavarratom a dráhombiait. Ettől helyreáll a lelki egyes. Slucs. Hát ha miért tisztelt őrnagyónak le vannak szabadozva a nadrágombéi, ebben ezeket átikával azonnal visszavarjuk. Slucs, meg slajt. Bármilyen szempontból közelítünk az Örkény életműhöz, fordulópontját mindenképpen a Tóték mára is érvényes üzenete jelenti. A darab a háborús témát a hátország idilljére vetítve jeleníti meg, kétféle magatartás szegő szembe egymással, Tóth Lajos tűzoltó parancsnok és családja békebeli értékrendje, az őrnagy háború szabta világával. Azt gondolom, hogy a zsarnokságnak a kérdése az örökérvényű. És amikor 18 évvel ezelőtt ezt a darabot megrendezte Vigyánszky Attila, és színpadra kerültünk, akkor nagyon nehéz volt. Mert azt éreztem, hogy ahogyan a történelem folyik, ahogyan előre haladunk az időben, mégis újra és újra ugyanazokba a hibákba esünk mi emberek. És most ugye eltelik 18 év, és abban a helyzetben, amiben most vagyunk Kárpátalján, vagy akár odahaza az országban, ezt a darabot egészen nehéz játszani, mert nagyon nehéz úgy megélni, úgy átélni a dolgokat, hogy én azt vallom, hogy a művészet az összekapcsol. A művészet az híd ember és ember között, nép és nép között. És művészként inkább a békének vagyok a híve. És annak, hogy szeressük egymást, és elfogadjuk egymást, és nem pedig leigázzuk egymást, és nem pedig megpróbáljuk a saját igazunkat, a saját akaratunkat rákényszeríteni másokra. Megbeszélszom a halántékodat! Minek a színét? Jó, így! Finom! Tudsz gondolkodni? Nem! Hát, talán ha bízsralmát szaboltatnánk vele, de addig harisd előre a fejed, hogy beleszaladjon a vér! Vigyánszky Attila rendezését egyedivé teszi, hogy nem egy valamikori háborúról, a második nagy világégésről szól csak, hanem áthallással a jelent is megidézi, hiteles ábrázolásában felsejlik, hogy csak az eszközök és a módszerek változnak. Mindenképpen nagy dolognak tartom azt, hogy egy előadás pontosan szerintem 18 évvel ezelőtt született a Tóték. Gyulán volt a bemutatója, akkor hát 18 éve fiatalabbak voltunk, és most már 18 év tapasztalattal játsszuk, és az mindenképpen megerősítés a színház életében, hogy ennyi idő után is van közönsége, sőt most azt tudom mondani, hogy egy többedik reneszánszát éli a Tóték, mivel az Ukrajnában kialakult helyzet miatt a színházunk társulata ugye itt kell, hogy tartózkodjon Magyarországon, és új lehetőséget kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy számos
vidéki színházban inkább, de Budapesten és a Nemzeti Színházban többször is lejátszottuk az előadást. Hála Istennek a közönség nagy szeretettel nézi. Mennyit változott a darab belülről, hiszen nyilvánvaló, hogy egy kritikus helyzetből érkeztek? Hát igen, a Tótéknak az egész szellemiségét és a mi előadásunknak a szellemiségét is talán hatványozottan átlengi a háborúnak a jelenléte. Ez a mi előadásunkban úgy nyilvánul meg, hogy van egy rádió stáb, aki folyamatosan közvetít a hadi eseményekről, és ha más nem, akkor menetelés szól folyamatosan az előadás alatt, és bizony-bizony, amikor kitört nálunk a háború, bejelentették a hadi állapotot, aznap is ezt az előadást játszottuk, és hát nagyon nehéz volt azokat a mondatokat elmondani, amik éppen akkor voltak aktuálisak a számunkra. Azt tudom mondani, hogy szinte azt szoktam mondani, olyan az ember, hogy különös állatfajta, mert tudom, egy madár elveszíti a társát, akkor az abba belepusztul. Mi meg valahogy mindent hajlamosak vagyunk megszokni, ha nem is elfogadni, vagy csak valamilyen szinten elfogadni. Azóta lejátszottuk több mint 10-szer már a Tótékat, és most már könnyebb szívvel megyünk föl talán a színpadra, bár egyre nehezebb, 66 napja tart a dolog, 66 napja vagyunk itt, úgy számoljuk, mint annak idején, ahogy a srácok mondják, akik szolgáltak, mint a seregből, hogy az utolsó 100 napot, azt már visszafelé. Most még így előrefelé számolunk a 66. napnál, egyre nehezebb hazagondolni, de talán a színpadra, a kötelességtudatból is, meg a szakma szeretetéből adódóan talán egyre könnyebb lélekkel veszünk, de így sem egyszerű a Tótékat lejátszani most. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!